Zero. Let's start the party. Idén már 13. alkalommal rendezzük meg a válasportot Újbudán, nagy rendezvényünket. Tulajdonképpen ez a sport ünnepe itt a Újbudai Sport 11 rendezvényközpontban. Hogyha egészséges életmódra kívánjuk nevelni a fiatalokat, a gyerekeket, akkor meg kell mutatni nekik azt a lehetőséget is, hogy mi közül választhatnak. Itt most körülbelül 60-70 sportegyesület van, akik mintegy 40 sportágban adnak lehetőséget a sportágak kipróbálására. Az úszástól a vízilabdán át a síelésig, a kézilabdától a kosárlabdáig, a karatétól a vívásig, tehát nagyon-nagyon széles a paletta. Mi a MAV súlyemelő szakosztálya vagyunk, egy több mint 70 éve fönnálló sportklubba, műegyetemnek a központi épületében van egy retro súlyemelő tervünk, tehát egy olimpiai súlyemeléssel foglalkozunk. Összetévesztető az erőemeléssel, de ezt mindig szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mi a szakítás és a lökés gyakorlatokkal foglalkozunk. Még egy. Nagyon jó. Valamon kellett tartanom, nem szó szerint, hanem a súlyt így, hogy véletlenül se legyen valami. Jó volt eléggé. Úgy van, hétfelől lévő életre terhelek, azaz, mint ahogy az előtt csináltuk. Így van. Tartott. Előre, ne a léceket nézz, előre nézz. Mi a Nanuksi iskola vagyunk, 11 éve működünk, itt az Újbudai kerületben már lassan 6-7 éve vagyunk, műanyag sípájával. Síoktatással foglalkozunk, mint ahogy itt lehet is látni. Ugye ezt azért nagyon szeretjük, mert így egy kicsit hamarabb el lehet kezdeni a síoktatást, föl lehet készülni a szezonra. Egy olyan szülőt, aki mondjuk nem tud síelni, biztonságosan föl tudja készíteni a gyerekét egy aktuális sítáborra. Mi nagyon szeretünk síelni, igazából próbálunk minden évben eljutni. Feleségem, ő igazából már kisgyerekkora óta síel, én meg pár éve. Én teljesen magamtól tanultam meg, és így azért látom, hogy vannak hiányosságok, és azt gondolom, hogyha a gyerekeink korán elkezdik, akkor korán bele is fognak jönni, és sokkal biztonságosabban fognak mozogni a pályán, és remélhetőleg meg is szeretik ezt a sportot, és sokat eljönnek velünk síelni. A Budai Harcvéd Sportegyesületnél a Kiusin Karatéval foglalkozunk. Több csoportban gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, több helyszínen. 5 éves kortól várjuk a tanítványokat, egészen idősekig, tehát felnőttekig is. És alapvetően mozgáskoordináció, hajlékonysággal kezdjük az edzéseket, és utána, amikor már ez beérik, utána foglalkozunk a karate specifikus technikákkal. A sportvilága. Az egy csodálatos dolog. Én azt mondom, hogy nem is szabad különbséget tenni egyik vagy másik között. Mindegyiknek megvan a helye, megvan a szerepe. Megvan az, hogy mi az, amit pluszba ad, hogy a reflexeink fejlődnek, hogy a koncentráló képességünk javul, vagy egyáltalán a fizikai állapotunkban történik egy pozitív változás. A másik pedig a kikapcsolódás. A kikapcsolódás lehetősége, hogy a szabadidőnket a lehető leghasznosabban tudjuk eltölteni.